megint ki? Ez ki? Te vársz valakit? Istenem. Szerinted beülünk filmezni, várok-e valakit? Dehogy várok. Nem várok én senkit. Itt vagyok, hogy ha nem hiszem el. Meglepi. Szevasz, Békés Csabáról egyenesen? Ja. És mi járatban? Lemerült a telóm, és nem tudok hol aludni. Istenem. Na jó, gyere be. Tehát itt tudok akkor. Nem foglak az utcára rakni, érted most már? Tehát ez tudta. Nem állapot, de... De jó, mert mindig megtaláld az alkalmat, és mindig akkor jössz, amikor pont jó. Most is pont. Szívesen. Dominik megjött. Szevasz. Hello. Te ja? Mit keresel itt, Dominik? Megzavartam valamit? Á, nem. Á, dehogy. Egyáltalán nem készültünk is romantikus este filmezés. Na, akkor jó van. Ez az, gyere. Hát, mit nézünk? Magadat érezd otthon. Kis töltötted. Igen. Anyas évjárat. Mondd meg te, ha már bele is szól. Megcsipte kicsit a hideg. Az biztos, szevasz. Bence! Mi van? Fönn vagytok? Nem. Bemeltek? Nem árt, Dominik. Az se. Jó, nem mint a érdekel, csak mondhatom, rendes lesz, hogy meg kell. Nem árt. Haver. Pákató Péter. Úristen, már megint? Még mindig. Szia. Ezért költöztem. De Dominik komolyan nem árt. Ezért költöztem el a másik lakásból, mert ugyanez volt, és ugyanúgy a Pákató Péter. Mi van veled? Haver. Jó szevasz. Reggelt kívánok. Isten, figyelj, nem ebben a ruhában jöttél amúgy? Ja, ne. Ez a... Kettő van belőle. Érzem. Ez biztos, hogy... Ezért vagyok. Nekem kacsás csengő hangom van. Mi? Várd már, Karola. Kandert, Karola. Szia, Karola, Mizu. Szia, mit csinálsz? Át tudsz jönni? Most keltem fel, mi az, baj van? Igen. Valaki zaklat, írt egy üzenetet, és nagyon megijedtem. De már mit írt? Nyugi. Tehát, meg felolvasom, de egész biztosan követ. Igen. Azt írta, hogy Karola, egész úton követtelek hazafelé, de nem mártam oda menni hozzád, majd legközelebb. Szívecskék, és mi a kedvenc csokit? Na jó, figyelj, nyugodj meg, zárd be az ajtót, mindjárt felöltözöm, és akkor átugrok hozzá gyorsan, jó? Siess, jó, csak jó? Nyugi, ne legyél ideges, jó? Jó. Na, puszi. Ja, Bence, figyelj csak. Mondja. Karola kapott egy zaklató SMS-t, és én most nagyon gyorsan felöltözök, és átugrom hozzá, megnézem, hogy mi van vele. Este, vacsi, csináld meg, kérlek, mert nem lesz rá időm, jó? Jó. De már írd megint úgy, hogy megyek, nekem is sietek. Van egy zaklató, na, jó, Bence, jövőben. Futok. Jó, jó. Lehet, én vagyok Karol a zaklatója. Te fogsz főzni. Jó, nekem azért dolgom van ma. Hát és Dominik mester szakács. Az biztos, jó. Szokásos. Akkor te lehozod a vacsorát. De azt mondjuk, hogy én voltam. Ja, Bálinttal. De hát miért nem? Bálinttal van, találkozom. Jó. Jó? Alright. Ki az? Én vagyok, Rebeka. Engedj be. Én vagyok csak, engedj Szia. Már be. Oké. Okay. De légy gyorsan. Jó, jövök. Na, ne féljél ennyire, csúk be. Jól van. Hát egy kicsit lehetne hangosabb, de egyébként... Hát ez egy személyi riasztó egyébként, szóval... Na mindegy, megpróbáltam. Ez azt szerintem teljesen haszontalan. Ez király, de ez nem illegális? Ez egy sokkoló. Hát egy kicsit. Az egyik ismerős, amitől szereztem, de... Egy kicsit illegális, jó. Figyelj! Bakker, kipróbálhatom rajtad? Rajtam? De csak egy kicsit. Te bolond vagy? Miért? Hát megáll a szíved tőle. Hát, de meggyújtjuk a párnát, várjál. Mm. De így nem lehet semmit érezni. Érzed az illatát? A szagát? Igen, basszus. Most tényleg?
Most tényleg felgyújtjuk mindjárt a párnát. Olyan elektromos zárlatszaga van. Mi az? Engedj már be! Nem veszünk semmit. Na! Jó. Gyere már, segíts már! Mi az Isten hoztál? Jézusom! Várjál, fogd az alját. Az úgy, várjál, nem, mert leesíthetél. Azt. Az úgy megvan, hogy ez egy grillszer. Hát. Ez meg egy lakás. Nem érdekel. Bence? Nincsenek itt van. Miért? Jézusom. Elment. Bálintra beszél, vagy nem tudom már. Jó. Állj, ezt fog menni. Jó. Jó. Szerintem van még valami? Na, ennyi, jó. Jézusom. Na. Becsukod. Becsukod. Mondjuk belőle kinézem, hogy hátam mögé kap egy palit és ledobja, de én nem tudom. Igen. Aztán, kemény. Nagyon veszélyes vagyok, ugye ez. Azt hiszem, hogy így elkerültem a kezem. Ja, így. Aha, így. Aha. Ez tök király. Jó van, megyed. Igen, tovább. Megfogtalak. Igen. És akkor ott azon az X-es. Hátraléptem. Igen. Levetettem a kezem. Igen. Ide csapok. Igen. És aztán... Bele... Lehúzom. Igen. És... Au. Uramisten haver, de tényleg. Maradj már, nézd meg, rendes pályaiben megyek. Maradjak, esküszöm, azt hiszed, ez nem a dúg. Végig, tehát egyébként most röhögsz, kicsúsztam, oké. Okay. Amúgy meg, aha. Minden egyes ütközésnél romlana a konzolomnak a minősége, hallod, teljesen elmondta az egészet. Az elmúlt egy órában azért megtanultam, hogy kezd normálisan. Látod, nézd meg, az ideális híven megyek végig. Egyébként azt hiszed, ez a dúm, esküszöm. Ez is volt a dúm régen, az biztos. Dosz. Képen. El tudom képzelni. Figyelj, fék, tessék. Basszus, most, hogyha nem lennél itt, meg nem lennének itt a stábból a fiúk, esküszöm, nem mernék lemenni az ajtó alé, mert ez nagyon kiborító, hogy így fenyegetőzik. Hogy szóltál, jövök szívesen. Főzött már valaha egyedül? Dehogy tükörtojás rántotta, esetleg várjál jó esetben pirítós. Ezen kívül szerintem... Karola! Szia! Kérhetek egy autogramot? De aranyos vagy. Igen, nagyon cuki vagy. Gyere, csináljunk akkor egy képet, jó? Jó. És kitesszük az Instára. Jó lesz? Igen. Oké. És amúgy megkaptad az üzenetet? Milyen üzenetet? Hogy követelek hazatitek. Azt... Nem már! Te írtad Karolának azt az SMS-t? Hát nagyon beparáztunk. Azt hittem, hogy van egy zaklató, és csak te volt. Úristen! Jó. Én nem azért mondom, Bálint, de menni készülök, mert elrontod, haver, elrontod az Xbox-omat! Nyugi már! Na! Bálint, nem jó! Mesi kocsiját összetöröm. Igen, ugyanilyen nyomon a barátnőnek. Nem, ez nem így megy. Ez a játék egyébként honnan szedted? Amúgy meg egyébként iszonyodat. Mi? 15 ezerért vettem, átvertek 8 ezer a boltba. De az üvegtigrisben. Az üvegtigrisben pontosan, de figyelj, ezt én félkézzel. Érted? Félkézzel. Félkézzel! Várjál, hogy kell ezt megállítani? Na figyelj. Mi van? Tuti van valamilyen challenge, valamit csináljunk. Félkézzel meg tudod csinálni. Találj ki valamit, én megmutatom, hogy meg tudom csinálni, haver. Én nem izé vagyok 82 éves. A hús az itt van, ezt addig nézek, hogy mit csinál, mert nem tudom, miért ilyen sárga a cuccot. Szóval
Én nem tudom ebből mennyit kell, de rakok rá szerintem bőven. Az nem a húsra kell? Hát majd a húsra is rakunk, nem tudom. Nem Fest. Tudom. Olvasd addig el, mit tud az. Ezt láttam már, hogy te várja. De miért nem tud begyugadni ezek? Hát egy kicsit. Oda is kell a másik oldal. Bence úgy engedte, hogy befűtsek, úgyhogy na, ez most kurva jó. Akkor most már rárakhatom, nem? Úgy jó. Azt oda kell? Hát nem tudom, de akkor oda is egyet. Még jó, hogy te osztod a grillszetet, azt sem tudod, mit csinálsz. De láttam már ilyet, és mindig azt mondták, hogy próbáld meg mindegyik módon, hogy felülre, alulra is raksz. Ez azt a izét is rakok rá ilyen cuccosból, nem tudom mi ez rajta, de... Jó, mindegy, szólja. Ha kellek, mert mindig én mellett. Te forgasd. Én lehet a tetejét rárakom majd, nem tudom. De ezt egyből forgatni kell, vagy? Hát, hogy nem amíg tudom. Kész, nem? Láttam, de azért láttad, még egyszer megnézném, hogy kell. Ez szuper. Várj, megnézem neked? Nem. Ja, ez egy ilyen férfi dolog, szóval hadd csináljuk. Na, papa, orral elindítom. Aha. Megy is a Merci a pályán, közben kiveszem a egyébként tök kis csávó, nézzél már a tévére! Tök kulturáltam, várjál, mert nézem közben, aha. De tök kulturáltam, aha, megyek a fűbe, figyeljél! Egy kicsit be fogsz égni egyébként most. Micsoda? Bálint, azért érdemes oda nézni, közben mosom a kis tányért, amit aha. Nagyon csúnyán csúvás volt. Nem is tudom, mit maradni. Ott vagyok a pályán, haver, nézz oda! Amúgy a tényleg, hallod? Aha. Kicsi fék, kicsi fék. Dobál meg. Fia. Az egy... Szerintem még kell rá izé, ilyen cucc. Mert az az oldala nem így, nézd meg, várja, felemelem. Az alját is, azt is forgasd meg. Amúgy az nem sül át gyorsabban, ha a szénbe rakom bele? Hát az... Ó, oh, persze. Ráment a húsra. De azt hiszem ez olyan, amelyik ilyen húsra is rámegy. Nézd meg addig. Azt ne forgasd meg. Most forgassam, hogy nézzem. Nézd meg! Nem tudom, hogy jó-e, és azt mondom, hogy én is esvejedni. Tiszta izé lettem. Kis izé, te mondod mindig, hogy úgy nagy crossfit meg. Jó, de ott nem ilyeneket csinálunk! Jó, egyenes is ki a hátra. Erre már! Ide rakd a... Ott van itt a kontroller, és ott van. A. Ott van, indulj el vele! Na jó, rám ment! Ne hátrafele indulj, hanem előrefele. Megyek új! Még az a játék, ki kell egyenesíteni a hátra, az a játék. Bence! Hát rámegy a vén a szememre, csak egyik kell látok. Ott kell legyen a tartás. Mondjuk elég durva, hogy... Figyelj már! Jobban játszol, mint ülve. Ez mely? Rakok rá, még az aljára, mert tetszik nekem az alja, hogy... Az olyan jó lesz? Vidd a lébe kicsit. Úgy, tedd úgy. Jó. Én szurkálom. Picit ragad az természetes. Szurkálom, hogy levegő menjen a húsba. Bence be fog szarni, ha meglátja, hogy milyen kaját rittyent. Na ilyet csinálják, ez nem izé, gyors kaja meg ilyenek. Egészséges. Aját is szúrom. Azt is megszúrom, várjál. Mert nincs olyan grill, amelyikben nincs olyan lyukak, tudod. Tesó, ez... Már mindjárt kész van. Mi a te aranybarna amúgy? Hogy megfogyottam, várjál. Jó. Még... Várjál. Ez fog meg? Én nem tudom, mit hoztál be, de ezt használjam le. Na, flambírozunk is egy kicsit. Még rakok rá egy kicsit, jó? Ne. De így... Nem elég? Picit még... Még lehet egy kicsit. Te soha hogy a rákba fordasztal voltam? Nem gondoltam rá, de nem tudom, nem tudom. Mindegy, még szerintem hagyjuk egy kicsit, még rakok rá. Így. Na. Vigyázz! Nem működik, az meg mi a szar ez? Nyomjad, rázd meg, ne! Add ide! Csinálom én, add ide! Nem úgy kell, ezt ki kell nyomni innen. Rám ne robban. Nem megy, tényleg nem megy.
Várjál, beleszúrom. Kökköd rám. Nem jó. Nincsen nyomás benne. Mondtam, hogy rendeset hozz rá. Pisíjunk rá! Jézus. Ti mi a csináltok? Haver! Mit oldj már el! Meg a normális próbáltuk, van. De nem megy el. De oldj már el, András, valahogy! Ez mi a... András, ez a szélete nem normális! Hozzá már valami... Hova rákba tetted azt a szart? Nem tudom. Remek, jó ötlet, tesó! De finom, remek! Finom lesz! Ez az, pazar! Jó! Haver, oldj már el valahogy! Megkapott? Haver, teljesen hülyék vagytok, nem vagytok normálisak! Mindjárt! Ez most komoly? Ez a nagy terv, rárakod? Igen. Én ezt nem hiszem meg már. Fogd meg a húzás. Fogd meg. Mi van? Elzárom, ne kapjon levegőt. De várjál már, Andreas. Na. Ő mondta, én hoztam, az egy dolog. Én nem azt mondtam, hogy hozzá ide, hogy te idióta. Ember. Itt hagyom Dominikot, ugye? Tehát ezt tudod, biztos mondta. Igen. Ezzel nincs gond. Egyrészt ez nem az én lakásom, én csak bérlem. Amúgy jó. Tök poén lenne, az én lakásom lenne, mert nem tudom. Mert azt mondta, hogy Rebeka mondta nektek, hogy kaját csináljunk. Tesó, ez nem így megy. Én mondtam, hogy... Tőled, de tényleg? Ez így... Most hogy? Hogy fogok egyáltalán lakni ebbe a lakásba? Gratulálok nektek, de tényleg. Hát miért nem legalább az erkélye? Tiszta hülyék vagy. Mert hideg van ki, tehát sőt, én a tulajnak mit mondok, tiszta fekete lesz a fal, ha? Ki megy addig? Zseniális ötlet volt, András, de tényleg. Igen, András, kurva ügyes. Te szépes felé magadra olyan büszke, de tényleg. Miért kellett most ide rohanni mindenkinek, azt mondom, nem értem. Na minden, de legalább van kaja. Na remélem, hogy nem kezdtétek el. Egyébként, mert most jön a körítés, odafigyelj. Azt mondja, így, tudod. Megadom. Ott van! Az igen. Az a nem semmi. Ez micsoda egyébként, ez a kis... Ez lapi. Ez egy aha. Kis fa. Ez erdélye kérdics. A lapi. Figyú, ez betűzhetem így a hajlapot. Várjál. Mindegy, hagyjuk. Ez egy kicsi fa. Oda rakjam le? Parancsoljon. Ja. Na de lehet enni? Lehet enni, egyetek nyugodtan. Jó. Jó idő, specialitás. Hát persze. Mártogassál nyugodtan. Ez az. Te csak ott félreültél, jó van. Becséges. Ez olyan csinálta. Fűszerezés elég. De jó. Miért? Milyen fűszer van rajta? Igen. Milyen fűszer van rajta? Sok. Meg bors. Ugye minden étel alapja. Meg fokhagyma. Meg fokhagyma, igen. Jó, jó. Figyelj már. Ez majoronna, nem? Igen, jó. Bálink. Csirkét már ettünk, nem? Figyelj már, haver, te! Hát Dezső Bence féle híres csirke. Hülye, de egész nap nálam volt, tehát te mit? Jön, nálunk toltuk az Xboxot, te mit csinálsz? Mikor? Ezt elhitetted? Hát ott volt nálam. Ma? Te Bálintnál voltál? Hát olyan szépen, de Bence, megkértelek, hogy ez az a szárny, ahonnan szoktunk rendelni. Nem, egész nap főzöd. Én kérdeztem, hogy most segítsek, mondod, hogy majd ő megcsinálja. Az helyzet, hogy... Dominik, engem már el! Nem szóltál neki, hogy csinálja a kaját. Hát, ne, nekem lett volna találkozom Bálinttal, és ugye volt, és elmentem, és mondtam neki, hogy főzzön ő. És ő áthívta Andrást, és érdekes momentumok zajlottak le a lakásban. Tök mindegy, a vége az lett, hogy ugye rendeltem. De fiam, mi? Hát most de már azért gondoltál? Nem ízlik annyira, azt elmondanám. Mindegy, nem ezért vagyunk itt, hanem azért, hogy bejelentsem nektek, hogy megcsináljuk a Budapest irodát.